Az aktuális járványhelyzet a hajléktalan ellátó szervezetek működésére is nagy hatással van. A fővárosban számos érintett intézmény szigorú óvintézkedések mentén üzemel, ugyanakkor a jelenleg hatályos kijárási korlátozás által jelentős mértékben csökkent azon személyek száma, akik az éjszakai órákban is segíteni tudnák a rászorulókat. Ebből kifolyólag a segélyszolgálatok munkatársai arra intik a lakosságot, hogy aki teheti, segítsen. November 1-től egészen április 30-áig tart az úgynevezett téli krízisidőszak, mely során a budapesti önkormányzatok, valamint az egyházi és a civil szervezetek fenntartásában működő hajléktalan ellátó intézmények kiemelt figyelmet fordítanak az érintettek segítésére. A rászorulók támogatását a Menhely Alapítvány regionális diszpécser szolgálata igyekszik összehangolni. Ez alatt az időszak alatt minden egyes szervezet, illetve minden egyes szolgáltatás típus próbál olyan plusz szolgáltatásokat bevezetni, amelyek megkönnyítik ugye ennek a hideg időszaknak a túlélését. Plusz szállásférőhelyek nyílnak, ugye ezeket időszakos szállásoknak hívjuk, illetve olyan például a krízisautószolgáltatás működik, amely 24 órában próbálja ellátni az embereket, illetve 24 órában hívható. A fővárosi önkormányzattal való megállapodás értelmében a budai oldalon a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, Pesten pedig a Menhely Alapítvány önkéntesei látják el az érintetteket. Az aktuális járványügyi helyzet azonban nagy hatással van a folyamatra. A hosszabb időtartamú tartózkodást megengedő átmeneti szállókon és az éjjeli menedékhelyeken egyaránt szigorú óvintézkedések vannak érvényben. Ahhoz, hogy az emberek ne nagyon közel legyenek egymáshoz, ahhoz meg kellett ritkítani ugye a beengedett emberek számát, és akkor így minden második ágyon alszanak csak. Ez egy ilyen nehezítés. Illetve a beengedéseknél is különböző protokollokat kellett kitalálni, hogy hogyan engedik be az embereket, hogy tudnak egyetlen sorba állni, hogy fertőtleníteni kell ugye minden beérkezéskor, akkor a maszk használatot is szabályozni kell, hogy hogyan tudják ezt megoldani. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy a jelenleg hatályos kijárási korlátozásból adódóan fokozott mértékben leszűkült azon személyeknek a köre, akik az éjszakai órákban segíteni tudnák fedél nélküli embertársaikat, így többek között a kutyasétáltatókra kiemelten számítanak a segélyszolgálatok. Őket kértük, és őket kérjük most ezért fokozottan, hogy a felelősségük, ha lehet ezt mondani, és furcsa ezt mondani, de hogy a felelősségük még egy kicsit nagyobb lett, mint a korábbi években, hiszen csak ők tudnak találkozni ezekben az időpontokban, tehát este 8 és reggel között hajléktalan emberekkel. Úgyhogy kérjük őket, hogy minden esetben, hogyha aggasztó állapotban lévő, aggasztó helyzetben lévő hajléktalan embert látnak, akkor kérjenek segítséget. A tél folyamán a rákos mentén élő nélkülözők egyéb támogatásban is részesülnek. A helyhatóság közel 15 héten keresztül minden pénteken meleg étellel, míg a Rákosmenti Adományház Egyesület meleg ruhával segíti a rászorulókat.